Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time, you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Sziasztok, már megint én vagyok. Egy kellemes kis intro után azt hiszem, hogy az enyémből egy picit visszaveszünk. Úgy ideig. Sound effects-ből is egy nagyon kicsit. És amúgy minden rendben lesz. Szóval, az alaphelyzet az, hogy körbejár a pénz. Kicsit, nem kicsit korruptak. Vannak. Szóval értitek, mindenki. English, Deutsch. Spanyol, van itt minden, csak magyar nincs persze. Úgyhogy maradunk az Englishnél. És igazából ennyi az options, úgyhogy kezdjük is el, ami egy elég szokatlan játék lesz a bevezetőből látszódó módon. Stílusban. Jack Boyd visszavonul. Oha. Igen, a jófajta sorokban az olvasható, hogy pletyka szinten elterjedt, hogy Jack Boyd visszavonul, és ezt most a városközpont megerősítette, valamint, hogy a polgármester egy szexmániás, ez már a bal oldalon. Persze itt megjött, van egy kérdőjel, de anyway. És a The Fact, vagy a Tény című újság, az pedig azt mondja, hogy Mark War 2 to be shown. Igen, hát a polgármester személyes kérésére bemutatnak egy filmet egy nappal a hivatalos bemutató előtt itt Freiburgben, csak miatta. Na, jó van, csak beröffent a motor. Okay. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say.
They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Röviden tömören, még az apja mondta neki, amikor ő kisgyerek volt, hogyha becsukja a szemét lefekvéskor és elég sokáig ott tartja, úgy törtje, akkor a This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Szóval a lényeg az, hogy még most is inkább szemfedővel jár kell a városban. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Úgy néz ki, hogy rögtön egy sajtótájékoztatóval nyitunk. A jó reggelt kívánok! Igen, tehát most hivatalosan bejelentettük tegnap, hogy lemondok. Ez most meglepetésként érte, vagy már tudtuk előre? Megmondom, hogy a polgármester ezt ugye megbeszélte velem. Igen, hát a Rogers polgármester elmondta, hogy szeretne egy új arcot, aki vezeti a Freeburgi rendőrséget, ezért nem, egyáltalán nem ilyet meglepetésként. Tudod már, hogy ki lesz, akit követ majd téged a poszton? Nem. Fogalma sincs. És szerintem a polgármester irodájában sem tudják, hogy ki lesz majd. Az elmúlt korrupciós botrány után a helyettesed Francis Kendrick azt mondta, hogy ő is fel fog mondani, vagy pontosabban lemond a posztjáról, ha a polgármester felajánlana neki a pozíciódat, vajon meggondolná magát? Talán. Én aztán honnan tudjam, még nem is tudok semmit az előzményekről, úgyhogy lehetségesnek tűnik, ha úgy gondolja, hogy az új iroda a város szolgálatába hajtana még egy kis időre. Igaz, hogy Kendricket úgymond besározták, és hát bocsánat, besártam már, mert épp az ellenkező, szóval Kendricket felmentették, sokan azt gondolják, hogy a rendőrség a mafiával kooperál. Van erről valami hozzáfűzni való? Na hát ilyet a nyilvánosság előtt nem mondok, hogy hát ha segít a rendőrségnek, akkor miért is ne. De... hát ezt egy no comment-tel, nem, egy bullshit-tel. Bullshit-tel elégne. Ha már ha ne haragudjon, de ez egy rakás szar. Még hogy a mafia és a rendőrség. Talán még a UFO-kkal is. Nem, a mafia az udarító bűnöző, és jó lenne, ha valaki normális kérdéseket tenne föl. Van-e valami összefüggés a baráti kapcsolatunkkal, személyes kapcsolatunkkal, a polgármesterrel, a visszavonuláson, lemondáson mögött? De talán nincs. Rogers, a polgármester egy igazi profi, és jól megválasztott döntéseket hoz, úgyhogy senki nem fog megsértődni semmin. Kösz és kösz! Wow. Okay. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Mm-hmm.
Megint legfőképpen Mr. Kendricket nem kéne beengednie a kis titkárnőnknek. Hátunk még mindig fáj. Sajtótájékoztatóról pedig majd holnap lehet olvasni az újságokban. Néhány pirula. Jófajta szivar. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack! Filmekben a főgonosz golfozni szokott a bírókkal, a polgármester azonban teniszezik velük. Ez az egyetlen különbség. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension. One that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Most itt fenyegetőzik, hogy nyugodjunk le az utolsó 180 napunkra. Ne csináljunk semmi ostobaságot. Quiet, Jack. Csendre van szükség. Nyugi a tuti. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Aki nem azt gondja velünk, akkor I have a new assistant, vele. Troy Star. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Itt az asszisztensének a névjegykártya, őt kell hívni, hogyha vele akarunk dumálni. Quit smoking at the office. One of my friends will be using it soon. Na, de hányazunk el már tovább el a szirudába, hiszen... Oh, hello. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes. Go fuck yourself, Troy Star. Kellemes kis bemutatkozás volt. Szóval a lényeg úgy néz ki, hogy 180 napot kell kihúznunk a nyugdíjig. És össze kell kapargatnunk egy kis pénzt a nyugdíjas évekre. Valahogy. És már is ott van az újságban, amit mondtunk tenni a bal szélen. Csak a seggfejek csatlakoznak a maffiához. Gratulálok, ezt úgy idézték, ahogy nem mondtuk. Illetve, hogy a közszolgálatosoknak a pénzét, ezt bérét nem fogják emelni idén. Valamint a közemberek egy új nézetet, egy új arcot várnak a rendőrfőnöktől. Jó az a kocsi. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing, don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts.
Még a végén azt hiszik, majd le akarsz ülni velük kajálni, és igazániból itt csak szellemek esznek. My deputy, Francis Kendrick. A helyettese. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Kellenek a doksik, amiket kértünk. Az öreg helyettes meg úgy meg van győződve. Mármint, hogy szóval, hogy meg lett billogozva ezzel a közben. Hűha. Na jó, persze tippeket szeretnénk. Nem érdekel, hogy 60 éves police chief vagyok, szeretnénk tippeket. Igen. Be kell csinálni a műszakokat. Minden shift, azaz műszakban. Beosztottak, reagálnak a bűnökre. A nyomozók folytatják a nyomozásukat. És nagy nyugalommal mozgathatok össze-vissza embereket a műszakok között. Karakterisztikájuk van. Professionalism. Hatékonyságát mutatja. 150 nagyjában átlagos. Aki ez alatt van, az nem igazán megbízható. Akiknek fölötte van, az pedig mindenben megbízhatóak, még egy kis mellékesben is, ha jól értem itt a dolgokat. És a karrieri során ez persze változhat ez a szám. Mellette az energia csík mutatja, hogy mennyire fáradt. Minél kevesebb van, annál megbízhatóbbak. És aki teljesen kimerült, az elaludhat a kormánynál, vagy kritikus hibát követhet el a munka során. Alkalmazottaink egyszer csak, nem bocsánat, naponta egy ilyen kis egységet veszítenek el, és minden egyes pihenő nappal egy egységet regenerálódnak. Hát igen, a képen nem látszó rejtett karakterisztikák. Nyilván nem mondanak el mindent, néhány extra karakterisztika nem látszik a kis lapkájukon. Például néhányan lusták, és mindenféle ürüggyel ki akarják venni a napot, míg mások túl sokat isznak. Ezekről a tulajdonságokról nyilván csak találgatni tudunk, de a viselkedésük alapján le tudunk vonni egyes következtetéseket. Na, csak be tudom itt fejezni a mondatot. Tehát a 150-es az átlagos, 120-195. Jesus Christ! Ott a jövő egy 5-ös. Ez a B-shift. Megkötődött a mosztínre, de nem történt semmi. Ó, sima karikával vissza tudunk térni a menübe. Milyen options? Audio others és back. Hát akkor kell bűnyelni tudunk állítani, mint a játék legelején. Húha. Egyébként most azt próbálgatom, hogy mivel lehet itt irányítani. Ugyanúgy lehet irányítani a bal karral, a jobb karral, teljesen ugyanúgy működik, mint a bal, ebben az esetben akár csak a nyilak, tehát mind ugyanazt a célt szolgálja, az XL, ha rá választok valami, akkor nem történik semmi ezek szerint, úgyhogy nyomok egy háromszöget, hogy elkezdjék végre a napot a B műszakkal. Ott egy elnyomott szivar. Ó, nice, felhúzzuk a redőnyt. Ott egy SWAT-os osztag, ejha. Egyelőre most azt próbálom, hogy rendben legyünk. Tehát, na, igen, hívások. A bejövő hívásokra válaszolni a rendőri munka legjava. Nagyjából, igen. És ki kell küldeni a nyomozókat, a őrmestereket a büntet helyszínére, mielőtt az időzítőnk lejár.
Időzítő, hát végül is. Ja, szóval jön itt az óra lepörög. Megvan a térképe, hogy honnan érkezett a hívás. Minél messzebb van a rendőrkapitányságtól, annál tovább tart majd nyilván kiérni és visszatérnie az adott embereknek. Tehát ennél tovább tart az embereinek, mire el tudnak vállalni egy újabb munkát. Ami azért baromság szerintem, csak egy nem picit. Ó, L2 és egy X. ...15 percre el tudom veszíteni Asano-t. Atya úristen, 2 napja dolgozik? Te jó ég. Everyday mall, hit and run, gázolás és baleset. Menjél csak, jó? Tényleg. Azt mondja, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy meghatározzuk, mennyire nehéz egy eset, az, hogy hány egységet lehetséges egyáltalán kiküldeni a helyszínre. Minél többet lehet kiküldeni, annál nehezebb és annál komolyabb lehet a fenyegetés. Néhány olyan rizikós, nagyon-nagyon rizikós misszió megadja azt a lehetőséget, kiküldjük a SWAT-ot, a kommandósokat tulajdonképpen, de legalább egy őrmesternek kísérniük kell őket. Úgyhogy nem csak ez az egyetlen, amit figyelembe kell venni, hogy hány szabad helyünk van, hanem bármi hozzáférhető információ, például a tetthely színétől, a fegyverek jelenlétéig, ezeken kívül mindenféle el tudja nekünk árulni azt, hogy mennyire súlyos és komoly egyáltalán egy eset. Egy bevetés az elsőre teljesen nyugisnak és egyszerűnek tűnhet, aztán kiderül, hogy irgalmatlan húsdaráló lesz belőle, vagy egy nagyon brutális hívásnak végül is lehet akár az is a vége, hogy átverés volt az egész, és csak valaki szivatott minket. Itt jobb oldalon pedig a piros felületen láthatjuk, hogy egy hit and run, az avagy sebehagyásos gázolás történt az Everyday Mall-nál, vagyis a bevásárlóközpontnál. Egy házaspár elhagyta a bevásárlóközpontot és látott egy furgont a parkolóban. A parkoló hátuljában egy hát homeless, igen. Szóval, hogy egy csövesen egy aki éppen aki éppen egy kukában turkált, és a sofőr az kiugrott segíteni, de amikor látta, hogy hát úgymond csak egy csövest ütött el, visszaugrott a furgonba és gyorsan elhúzott. Úgyhogy lássuk. 2 küldhetünk ki. A 2 napja itt dolgozó Asano-t. Most még megnézzük, hogy aztán tudom, mivel tudjuk megnézni, hogy a mindenségedet. Ő is 2 napja dolgozik itt. Hát megőrülök. Seems to have alcohol problems. De jó, küldjük a bevásárlóközpontba. Istenem. Itt mindenki 2 napja dolgozik itt. Oké. Okay. Asano. Húha. Fight. Kicsit ó, bakker. Last picture, theater manager, citizen Kane, drunk man, engem. Snowboarddal be akartak menni a moziba. Amikor megpróbálták megakadályozni, hogy bemenjen, akkor elkezdett ott bunyózni mindenkivel, úgyhogy oda küldünk valami kemény legényt. Hadd menjen. Jó, és még esik is. Ez az.
Semmi call, semmi message. Hoppa, egy message. Amikor minden rendben van, a rendőrség elfogja a bűnözőket, és senki sem hal meg. De az igazság az, hogy néha a bűnözők el tudnak szökni. Próbálj meg elkerülni, hogy bárki meghalljon, legyen az rendőr vagy civil. A halott rendőrök nyilván ugye a rendelkezésre álló állományt szűkítik, úgymond. A halott polgártársak pedig nyilván a polgármestert fogják zavarni, még jobban, mint azok, akik élnek. Ó, bakker. Annyi történt, hogy odaértünk, a gonosz az elhúzott, de a őrmesternek semmi baj nincs. Ez pozitív, hogy az őrmesternek semmi baj nincs, ellenben az, hogy elszaladt ez a csávesz, vagy hölgy, vagy bárki, mindegy, szóval nem is elszaladt, hanem a furgonnal elhúzott, az nekünk mennyire nem jó. Bár mondjuk ez várható volt, hiszen már eleve úgy telefonáltak be, hogy a furgonba beszálltak és elindultak, tehát nem tudom ki mire számított, de... Oh, hello. Itt mi történt? Offender escaped. Officer unharmed. Civilians unharmed. Nagyon király. Ez az. Johnson, Jürgen and Katz Law Firm. Aha. Brother and sister clashed each other over the weather. We don't dare separate them and our security guard is off duty tonight. Ja, hogy ott bunyóznak egy ügyvéd irodában, hogy ki legyen a pénz, ki legyen az örökség. Nagyon remek, hogy csak nők vannak a jelenleg, és be kell őket küldeni a darálóba, de semmi baj. Egy jó arcú, rúzsozott hölgy oda megy és megoldja a problémát. Lássuk, mi történt itt. Fegyveres rablás. Három tínédzser egy shotgunnal kirabolt egy videótékát. Mikor ez a játék? Nem baj. És elszaladtak, elmenekültek az egész... egész kollekciónyi felnőtt filmmel, bocsánat. Egy autóval menekültek, de a boltvezető leírta a rendszámot. Igen, aki egyébként Janet Brown, aki a külvárosban lakik. Vagy kertváros, vagy akármi is ez, aminek ott látszik a képen. Úgyhogy, ha már egyszer tínédzseres, fegyveres labdás, kiküldjük a legjobbat? Nem küldjük ki a legjobbat. Tsubaki. Hadd menjen. Tartogatjuk az öreg kocsit. Vagy nem ültetjük be a kocsiba. Érted? Na jó. In the ghetto. A passerby saw some teachers recognized a musician then run away with his guitar and his money. Ó, egy ilyen kis sétáló a gettó közepén, nyilván hol máshol. Látott néhány tínédzsert, akik megtámadtak egy idős zenészt, majd elszaladtak a gitárjával és a pénzével. Most jön a két menő emberem, és hadd menjen. Nem szórakozunk. Lássuk, fight report. Amikor nem tudjuk, hogy hogyan is... Ja, bocsánat, amikor a rendőreink nem tudják, hogy hogyan folytassák az ügyet, akkor beszólhatnak és megkérdezhetik, hogy mégis hogyan kezelik a helyzetet. Próbáljunk meg felkészülten hozzáállni mindenhez, ami szembe jön, és ne vesztegessünk el túl sok időt, hiszen sok más egyéb probléma is van a tálcán, úgymond, tehát a listánkkal, amit meg kell oldani. Szóval, az a kérdés, hogy ugye már ott alatta látszik, hogy három opció is van, kapcsoljuk be a szirinát és a hangos beszélőt, majd üvöltsük bele, hogy körbevettük a házat. Mivel, hogy egy ember ment ki, szerintem ez nem a legjobb megoldás. Kopjunk be a dóron, vagy az ajtón, és üvöltsük be, hogy nyissák ki, mert itt a rendőrség. Hát, remek. Vagy lopózzunk be a házba egy nyitott ablakon. Mivel hogy a Brown rezidencia előtt... nyögés és röhőrészés hangzik bentről a nappali ablakán át. Aha.
Hát nem lopakodnék be, hanem nyissák ki rendőrség. Hoppá! Offender caught. Officer unharmed. Tsubaki. Level up. Úgy értem, sikerült elkapni, mert bekopogtunk, azt mondtuk, hogy hello, itt a rendőrség, ő kijött, megadta magát, és mi meg behúzzuk. Ennyi kell. Report. Lássuk. Offender caught. Officer unharmed. Ez az, Purdy. Ennyi volt. Fogtuk a, szétválasztottuk a vitatkozó gyermekeket, majd behúztuk ezt is. Eddig jó. A mérlegünk pozitív. Ott megy. Hopp, assza, ott lássuk, mi történt. Offender caught, officers unharmed. Mind a kettő plusz 10. Ennyi. A két legjobb emberem olyan szinten elbánt a gettó közepén lévő kis gonosz tinédzserekkel, hogy megőrülsz. Álljönnek is vissza. Álljönnek is vissza. Ezek a hangok remélem azt jelzik, hogy mindenki megjött. R3-mal befejezhetjük a napot. Mindjárt megverjük, az még bejön ez a csávó. A csajjal. Meg is vannak. End the day. Ha úgy gondoljuk, hogy kell még pár ember holnap, akkor behívhatunk bárkit, hogy túlórázzon, de ha folyamatosan dolgoznak, akkor sokkal jobban kimerülnek. Úgyhogy valaki biztos hibázni fog. Hát ez a De Brito, ennek már szerintem egy ideje haza kéne mennie. Elejére megnézhetjük a következő shiftet. Most ugye eddig Kocsi, meg Jensi. Szóval néhányan kapta plusz csillagokat, akiknek kellett volna, azok nem annyira. Price csak ott van az ötös csillagával, hát ez nem sokat segít rajtam. Order to work tomorrow. De, tehát nem kell. Shift A. Ja, hogy behívhatom a B műszaknak a dolgozóit holnapra, ha úgy érzem, hogy ennyi ember, amennyi holnap lesz, az nem elég. Dehogy nem elég. Ugyanannyian vannak, mint ma voltak. Remélhetőleg nem lesz sokkal durvább a nap. Eléggé, hogy mondjam, szomorú arcok néznek vissza rám, leszámítva Grant tábor, nem tábor, Officer Grant, aki egy hölgyike, az egyetlen a sorban. Ez úgy látszik, hogy ez a műszak, ez a férfias műszak, még a B műszaknak a legmenőbb embere is egy hölgy, aztán ezen kívül még több hölgy, és ott meg csak egy férfi van az első sorban, akit egyébként Jensinek hívnak. Never mind. Jó van, akkor ők lesznek a holnapiak. Birch Junior és Roy rengeteget fog segíteni rajtunk, úgy érzem. Befejezzük a napot. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays he doesn't have the strength for it. Ma már az öreg Kendricknek még erélye sincs, hogy visszapofázzon. The past few weeks I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Csak a nyomás, hanem a szégyen is nyomja az öreg vállát. Inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. De hát mégis csak egy haver, egy jó barát, 30 éve. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? Hoppa. It's nothing too serious. Just like you asked. Should be just a few small favors. Payments vary depending on the situation. Megörököltem a listáját. How much are you looking to earn? Half a million. Hoppa. Half a million? Why not a whole million? Because everybody wants to take a million. Figured I'd try something different.
Nekünk csak fél millió kell 180 nap alatt. Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Még egy nevet hozzá kéne a listához. Christopher Sand. Christopher G. Sand. Chris. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Mindenki tudja a nevét, de senki nem tudja igazából kicsoda. And knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. Farmeros kötött an avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, mm-hmm. San pulls the strings without getting his hands dirty. Megvannak az emberei, akik people sometimes mistake his quiet azt. Approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, San killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And San's people made sure every paper reported it. Igen, szóval annyi történt, Frank, hogy... I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these ezt guys. Ezt a nevet nem is akarom hallani. Megegyeztünk. That's not the kind of business I'm into. Ilyen business I don't go there. Never have, never will. Sosem, ha kellett odáig elmennem, és nem is fogok. Büf. Ennyi, egy újabb checkpoint. Szóval igazából annyi volt a sztori, hogy egyszer egy nagyon gonosz fegyverkereskedő úgy döntött, hogy majd ő kiterjeszti a területét, anélkül, hogy egyeztetett volna bárkivel a környékről. Erre az öreg Sand egy picit begurult és kinyíratott 31 embert, és biztosra ment, hogy meg is jelenjen az összesről egy jófajta kis hír az újságban. Szóval tulajdonképpen most megvan egy listánk, egy olyan lista, akik eddig az öreg korrupt haverunkkal voltak csak kapcsolatban. És most mi is arra jutottunk, hogy mi lenne, ha nem tiszta dolgokkal, üzelmekkel keresnénk meg azt a félmillát, amivel már ellennénk öreg napjainkra. Úgyhogy elkértük a listát, kontaktneveket, és hozzá akarta csapni ezt az öreg Sandet a haver, de mondtuk, hogy nem olyan fából faragtak minket, hogy csak ezzel a Chris Sandel összeálljunk. Nem kellett nekünk ilyen mocskos haver. Na jó, szóval mai reggel újságok. Már megint elhalasztották a mozi múzeumnak a felépítését, építkezése megint tolódik. Francis Kendrick, vagy a haver, akitől kaptuk a listát, bejelenti a visszavonulásának a dátumát, vagyis a nyugalomba vonulása. Hogy mondják ezt? Mit tudom én, nyugdíjba vonulásának a dátumát azt. És a legendás, a hihetetlen, a csodálatos, a fantasztikus énekes, Gennaro Crespo Freebirdbe jön. Nagy valószínűséget tőlünk fog embereket kérni, hogy megvédjük. De csak egy tipp. A harmadikra beröffem. Így. Ha és amennyiben valaki túl fáradt ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, arra fog kérni, hogy ugyan már engedd már el egy napra. Néhányan akkor is kérni fogják ezt, amikor abszolút rendben vannak fizikailag. A néhány indoklás egy kicsit ilyen elvont, nő a hajam, vagy ilyesmi. Még néhány elég komoly. Ne feszítsük túl a húrt, ne próbáljunk nagyon durván kegyetlenek lenni velük. Ne
ne is, hogy mondjuk ezt, ne legyünk. Szóval ne legyünk túl zöldek, de ne is legyünk túl pirosak, próbáljunk meg egy kis középutat tartani, és emlékezzünk arra, hogy mindenkinek megvannak a titkaik, és biztosra kell mennünk, hogy ezek azok az emberek, akik megvédenek minket. És számíthatunk rájuk, hogyha valami gáz van. Itt van Roy, akinek 5 csillagja és egy aszott arca van. Azt mondja, hogy amikor kivitte a szemetet tegnap este, belelépett valami... valami mérgező virágba. Basszus, nem tudom a Poison Ivy-nek a magyar nevét, elnézést érte. Ma reggel láttam, hogy kiütések keletkeztek a lábamon. Nem úgy néz ki, mintha valami komoly lenne, de azért elmenni Dokihoz. Megtehetném, hogy ma nem jövök be? Hát persze, csak gyere be a másik műszakba. Ne, te kis hülye. Igen, szóval, ha már ilyen barom, hogy rálép egy Poison Ivy-re. A teljesítmény mutatóik mellett az őrmestereknek, vagyis hát ezek a, igen, fölfelé mennek a ranglétrán az őrmesterek, tehát birtokukban vannak a rangjelzések. Milyen szépen tudok magyarul fogalmazni, hogyha így hirtelen felindulásból le kell folytanom egy angol szöveget, csodás. Szóval, az alkalmazottak a legalacsonyabb rangjelzéssel kezdenek, és egy, kettő vagy három stráfos rangjelzést kaphatnak. Egyszer a héten kiadhatunk ilyen stráfokat, vagy hát igen, tulajdonképpen ezeket a rangjelzéseket emelhetjük bármely alkalmazottnak. Ha úgy érezzük, hogy senki nem érdemli meg, akkor elhalaszthatjuk ezt a ceremóniát későbbre. Addig nem kell kiadni ezeket, amíg az embereink nem állnak rá készen. Aha, jó. Birch Junior terülétetik, úgy tűnik. Mindegy. Nem fognak, akik előléptetést kapnak, tehát kapnak egy újabb stráfot, egy újabb kis jelet a vállapjukra, vagy akárhova is teszik ezeket, nem értek ehhez. Nem csak a professzionalizmusokban fejlődnek, hanem megtanulnak parancsokat osztogatni. És ha és amennyiben egy rangjelzéseiben magas, tehát egy leginkább, nem tudom, hogy mondják ezt, nagyon jó, elkeveredtem teljesen. Szóval, ha és amennyiben egy olyan őrmester van a helyszínen, aki a legmagasabb ranggal bír, akkor tehát hogyha van egy ilyen stráfja, vagy egy, vagy kettő, vagy három, szóval több, mint azoknak, akik ott vannak, a többiek, azok rendszerint jobban teljesítenek az átlagnál. Néha, amikor a rendőrök előléptetést kapnak, tehát stráfot kapnak, rangjelzést, akkor sokkal komolyabban kezdenek el azon gondolkodni, hogy hú, nekik aztán tényleg szolgálniuk kell és védeniük. Ez azt jelenti, hogy azt jelentheti, hogy kevesebbet isznak és több időt töltenek a munkával. Néhányan még ki is derült róluk, hogy megbízhatóak. Wow. Nem tudok shiftet, tehát hogy most így nem tudok őt így... Nem tudom. Van 2 darab kiadható stripe-om, de én most inkább egyenlőre csak elkezdeném a napot egy teljesen kipihent squaddal. Csodálatos. Mert hogy fogalmam sincs, hogy kik ezek. Úgyhogy egyenlőre nézzük meg, hogy kik ezek. Mit szóltok? Nyomassunk le egy újabb napot. Freeburg nem az a város, ahol azt hallgatod, vagy meghallgatod, hogy mit mondanak. Micsoda? Ja, érte. Tehát, hogy Freeburg nem az a város, ahol vagy azt hallgatod, amit mondanak az emberek, vagy egyáltalán semmit. Mindig kereshetünk egy zenét a gyűjteményünkből, és lejátszhatjuk bármikor, mint az igazi életben.
mégis is a, tulajdonképpen a nagyapáink életében, hiszen ahogy látjuk a háttérben egy bakelit lemezjátszóról van szó. Hát Istennek reméljük, hogy normális zenéink vannak. Válaszunk ki egy dalt. Chopin. Inkább nem, ez nem tudom mi. Ezt se tudjuk, de valami zongorista, és minden elítélet nélkül úgy tűnik fekete. Ezt sem tudjuk micsoda. És egy zongora. Ez meg valami jazzes lehet. Nézzük az öreget csokornyakkendőben. Don't you leave me here. Pierce Pickering Barrelhouse Jazz Band. Állat. Legyen a jazz band. Ez pedig a billabong. Chopin. Xuan He előadásában. Jó, nézzük ezt. Sing'em. John Sangster. Érdekes. Bud Meets Bob. Bud Freeman-től. Ez pedig a Sweet Ginger Green. Pierce Pickering Ragtime 5. Na, maradjunk a jazznél. Az volt az első megérzés. Így-így. Tanuljuk meg, hogyan lehet szerződtetni, illetve kirúgni rendőröket. Megnyomom a tapipadot. Police Station. Az affairs. Van események, problémák, egyebek, ilyesmik. Jó, Police Station. Válasszuk ki a Police Station-t, valami issue van. A Labor Marketen. Van néhány... Ja, igen, a munkaerőpiac, a Labor Market, bocsánat. Szóval... Szerződtessünk. Van néhány... fizetős meló, ami nyitott, tehát vannak néhány... felvételre váró embereink is. És... a nyomozók, tehát detektívek és az őrmesterek... külön-külön vannak szedve. 310-es professionalizmje van ennek a szakámokának. És kettőt választhatok, hogy vagy fölveszem, oké, 15/16 emberem van, tehát van egy üres, 5/6 detektívem van, tehát oda is valószínűleg föl fogunk venni valakit. Jó, őt föl fogom venni a B műszakba, mert ott van, nem, ez az A műszak, bocsánat, az A műszakba, azért, mert a pörsenéses lábú az... Na, szóval nem jó. Ötös csillaga. Bár mondjuk a másikban is van egy ötös csillagos. De akkor is inkább ide kell, mert átlagban ők úgy néz ki rosszabbak. Mert ott vannak 200 fölöttiek itt, meg van egy 400-as. Többiek meg 160, illetve az alatt. Szóval, álműszak. Puff. Pam, tüketem, pam, 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 pam. L1. Nézzünk vissza persze. Nézzük meg, hogy fel akarunk szabadítani. Rúgjunk ki valakit. De hogy akarom én ezt kirúgni? Te jó ég. Nem áll, hogy az öreg Stovalt. Jesus Christ, nem akarom kirúgni az öreg Stovalt. Hát hülye vagy. Ember, a legprofibb a világon. Oh, man. És nem tudok innen kilépni. Tehát, hogy így nem. Egyetlen opcióm az, hogy kirúgom. Szóval, aha, itt van a kirúgás, két lehetőségünk van. Tehát van, ha jogilag meg tudjuk alapozni, akkor senki nem fog semmit kérdezni. Egyébként is lehet, hogy ki kéne rúgnunk, de... Ja, igen, ha egyébként is ki kéne rúgnunk, akkor csessze meg a legalitás, tehát a... Ez viszont... néhány extra meló, kis plusz munkához vezethet, és mások elkezdhetek aggódni a munkájuk megtartása miatt, egy kicsit jobban, így nem tudnak arra figyelni, hogy mégis csinálják a munkájukat. Úgyhogy más lehetőség is van, például, hogy valaki meghal azok közül, akik amelyik műszakba fel akarunk venni valakit, de ez annyira nem egy valid opció, nem igaz? Hát én már nem tudom, igazából. Legálisan kirúgjuk azért, mert túl öreg.
Az igen. Hát túl öreg vagy, haver. Csá. Most fölvegyünk valaki detektívet is. Fogalmam sincs, hogy ki van a detektíveim közül a műszakban. Én nem veszek most föl detektívet, gyerekek. Nincsen backlog. Hát akkor ez nem az AP, nincsen backlog. Na, zárjuk be ezt az ablakot, ez egy police station, zárjuk be ezt is. St. John's Cathedral. Vandalizmus a Szent János katedrálisnál. Úristen, a katedrális maga hívott fel minket. Nem, igazából nem. De a lényeg, hogy az apát az felfedezte, hogy valaki az éjszaka folyamán belopózott a temetőbe, és meg sátáni szimbólumokat festett a sírkövekre, néhányat pedig darabokra tört. Atya úristen. Az történik, hogy mielőtt még kirúgnám az öreget, úgy néz ki, igen, úgy néz ki, hogy vannak ásonyomok is, de az apát nem mond többet. Hát akkor küldjünk ki az öreg Stovált, nekivel úgy sincs sok napja hátra, hadd menjem. L3 Police Station. Igen. De én fölveszek detektív, még kettőt vehetek föl, most azt írja, ugye? Rick Dixon, Shift A. Illetve Robert Sherrow, de nem tudom, hova kell fölvenni. Fölveszek a B-be, majd holnap meglátjuk, hogy mit tud. Backlog nincs. Bezárjuk. Csodálatos. Ethicus Tower. Mi történt ott? Vandalizmus már megint. Három helyünk van. A Harley Jones nevezetű üzletember kinézett a... midőn kinézett az ablakán, meglátott két tinédzsert, akik offenzív szlogeneket karcoltak az új autójába. Úgy érzem, ez csodálatos meló lehet Grantnek és Birchnek. Nem. Birch és Birch. Így. Mua, csodálatos, érted? Bőrcsék kimennek tiniket zaklatni. Ne korcoljad, figyelj, ne korcoljad bele, hogy köcsög, jó? Ne, korcoljál bele éneket. Lássuk, mi lett a riporttal, az öreg Stovált. A boom, érted? Ennyi. Az öreg Stovált ki kellett rúgni. Oda ment a vandalizmus helyszínére, és elkapta a tettest. Senki nem sérült meg. Ennyit tud az öreg. Ez csodálatos. Szerintem ez fantasztik. Eddie's Burgers. Mi történt Eddie-nél? Mila, a pincérnő, azt jelenti, hogy éppen kiszolgált valakinek egy Chicken Eddie diétás kólával, aki viszont az a valaki egy veszélyes bűnöző, aki a tévében látott ma reggel. Ott eszik a gonosz búg az ablaknál, és egy burgert mamog. Úgyhogy én úgy érzem, Jean-Claude Van Dahl majd kimegy a helyszínre és ezt megoldja. A SWAT-ot mégse küldeném. Lássuk, mi újság a vandalizmusnál. Börcsék, nem maradtak túl nagy sikert az Ethicus Towernél. Az egyik túl öreg, a másik túl buta volt, hogy elkapják a fiatalokat. Gratulálok, gyerekek. Illetve én kérek elnézést. Tudjunk valami zenét, ami nem Chopin. Ez nem tudom mi, de tegyük fel a billabongot. False alarm. Úristen, a visszavonult Frank Nero. Szóval vele. Keverte össze a szökött gonoszt. Hop-hop. Sam Sorkin, King Louis Nightclub. Mr. Boyd,
Azok mi vagyunk, ugye? Ez egy megszólítás, jó, hirtelen leesett, de szóval... Hello Mr. Boyd, a kidobóm telezabálta magát mexikai kajával, és nem tud elszabadulni a slozitól, úgyhogy odakint a sor az igen hosszú, és jó lenne, ha valaki oda menne, és azt mondaná nekik, hogy gyerekek, easy, minden rendben lesz. Robbins, menj és old meg. Jó? Jó, csak szimplán old meg. Vandál visszaérkezett. Egyre sötétebb van. What is going on? Drug sales. Christopher G. Sands Ice Arena, avagy egy jégcsarnok. Ja, igen, hoppá, bocsánat. Christopher G. Sands az a faszi, aki ugye rajta lett volna a listán, ha olyanok vagyunk, de igazából nem lett rajta a listán. Anonymous hívás, no name, neve nincs. Szóval csak úgy valaki betelefonált a neve elhallgatását kérve. Egy bohóc, aki hőlégbaronokat, baszki, lufikat, ez szép volt. Szóval lufikat hordoz össze-vissza, cracket ad el tinédzsereknek. Abban a pillanatban megy az öreg, és leszereli a bohócot. Az öreg, aki valószínűleg holnap már nem jön be. Nem szólok én. Szóval, chief, but I quit. Micsoda? Azt mondja a Robbins, hogy bocs haver, vagy főnök, de felmondok, egy este alatt több pénzt gyűjtöttem, több pénzt kerestem, mint amennyit egy hónap alatt keresek ebben a szarfészekben. Mr. Sorkin azt mondta, hogy egy simán átvesz, úgyhogy igazából úgy tűnik nem éri meg zsarúnak lenni. Csőváz. Robbins. Szakadj meg. Ó, ellenben Sam Sorkin úgy döntött, hogy ad nekünk $4,500 a segítségünkért. Hopp, egy... Óha, óha. Valaki meg akar halni. Egy pucér ember úgy dönt, hogy fel akarja gyújtani magát, van egy bödön benzin. Úristen. És mindezt azért, mert a kedvenc rágógumia az veszített a népszerűségében. Lássuk. Munkaerőpiacon kell találni valakit Robbins helyére, mert ugye felmondott ez a szerencsétlen barom. Lássuk, Sebastian Shevchenko. Befejező csatárnak. Az álműszakba. Hadd menjem. Na lássuk, mik a hírek. Careful, watch the clown. Tehát vagy nézzük, vagy pedig... Rines. Cover up your income to be an illicit customer. Úristen. Hát... esőkabátban oda megyünk. És veszünk drogot. Attá! Így van. Így van. És mit csinál az öreg? Mit csinál az öreg? Hát holnaptól semmit. Valószínűleg nyugdíjban fog pihengetni. Még megvárjuk, amíg visszaér. Veletek mi újság? Megvan. Megvan. Csodálatos. Elkaptátok. Mindenki fejlődött. Erről van szó. Legyen vége a mai napnak. És köszönöm a figyelmet. Ennek a videónak is vége van. Remélem tetszett. Én mindenképpen folytatni fogom ezt a játékot. Szerintem nagyon jó ötlet, az alapja, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ennél jobban beleásni magunkat a korrupció bugyraiba. Úgyhogy innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!